Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Itt a nyár és ezzel együtt az üdülés, a gondtalanság időszaka, ám ezt a gondtalanságot sok minden megzavarhatja, ha nem figyelünk eléggé, ha nem vigyázunk. Köszöntöm a stúdióban Lórán György rendőrölezredest, az Ajkai Rendőrkapitányság. Jó estét kívánok. Osztályvezetőjét és kapitányságvezető helyettes. Jó estét kívánok. Alezeres úr, mi mindenre kell figyelnünk a nyáron? Azt hiszem, hogy több csoportba bonthatjuk a témánkat. Kezdjük először a közlekedéssel. Azt hiszem, az már közhely, hogy például az autóvezetőknél ugye a meleg hatására csökken a reakcióidő. Ez egy dolog. Mivel jár ez, de és még mi mindenre kell a nyáron figyelnünk a vezetőknek? És jó estét kívánok és szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Gyakorlatilag pontosan, ahogy ön is elmondta, a meleggel egyre stresszesebbek vagyunk. Ugye a mostani modern autóban már a légkondicionáló berendezés megtalálható és egyre többen használják, azonban ennek is vannak negatív következményei, hiszen hogyha nem megfelelő hőmérsékleteket alakítunk ki a belső térben, akkor komoly tüdő problémákat és betegségek okozhat, tehát erre is oda kell figyelni. Gyakorlatilag meg arra is, hogy nagyon nagy hőmérséklet különbség ne legyen a kinti levegő, illetve benti hőmérséklet között. Ezt általában úgy mondják, hogy kb. 5-4 fok közötti különbség legyen, csak maximum annál több ne legyen. Az ideális. Az ideális, így van. Oda kell figyelni még arra is a többiekre. Tehát ne csak ahova vagyunk, legyünk biztosak, hogy mi pontosan és jól tudjuk a KRESZ szabályokat, és úgy közlekedünk, ahogy ez a szabályzatban le van írva, illetve a KRESZ-ben. Azért oda kell figyelni a többiekre és más közlekedékre, hiszen ebben az esetben hamarabb rosszul leszünk, hamarabb alakulhat ki olyan szituáció, ami mi utána tragédiára vezet. Érezhető egyébként nyáron az, hogy a meleg hatására mondjuk menő a balesetek száma, vagy az ilyen jellegű balesetek száma? Hát elsősorban azért is, mert egyre többen közlekedünk nyáron, hiszen akkor kezdődnek a szabadságok idejé, mindenki akkor megy nyaralni a Balatonpartra, a tengerpartra és az ország számos területére. Ez miatt nem csak hétvégén, hanem magában hétköznap is eléggé nagy a forgalom, ez miatt azért több baleset is következik be. Folyamatosan ellenezzük minden szinten, tehát országos, megyei és kapitánysági szinten is a baleseti okokat, és egyre továbbra is azt lehet megállapítani, hogy a sebesség túllépés az folyamatosan emelkedik, és ezért fokozottabban figyelünk mi is, és jobban intézkedünk, és többet intézkedünk a gyorshajtókkal szemben is. Mm-hmm. Tudomásom szerint van egy ilyen speed maraton elnevezésű program, ami az esetben nem valami sporteseményt akar, hanem micsoda. Így van, gyakorlatilag mi is csatlakoztunk maga a rendőrség egy nemzetközi szervezethez, ahol minden hónapban másfajta közlekedési témát ellenőrzünk. Jelen esetben például, amire ön is gondolt, május 14-én reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig a megye egész területen üzemeltettük az összes működőképes sebességmérő berendezésünket, márpedig leállítás nélkül. Ez azt jelenti, hogy a kollégák nem álltak kint, hogy megállítják a szabálytalan közlekedőket, hanem gyakorlatilag, ha olyan mértékben lépték túl a sebességet, akkor csak a büntetés megy nekik. Ezeres úr, sebesség túllépésről, sebesség mérésről beszélünk, és itt sokakban felmerül az, hogy vajon hogyan, milyen autóból mérnek. Tehát gondolok itt a rejtett mérésekre, amikor úgymond civil autóból mérnek, vagy elbújnak a rendőrök, stb. És nagyon sokakban ez valamiféle visszás érzést kelt. Igen, nekem meg pont a másik rálátásom igazából, és gyakorlatilag az előzőekre visszautalva nagyon megnőttek azok a baleseteknek a számai, ami egyértelműen visszavezethető, hogy a sebesség túllépés miatt következtek be. Ezért nem új módszert találtunk ki, hanem gyakorlatilag visszavezettük azt a régen bevált módszert, hogy nem csak jelzéssel ellátott szolgálati gépjárművel mérnek a kollégáink, hanem jelzés nélküli gépkocsikból is, úgymond, ha így nézzük, akkor rejtve valóban így van. Uh-huh. És ez eredményesebb ezek szerint? Eredményesek, és ekkor dönt bele az ember igazából, hogy gyakorlatilag, ha nem számítanak rá az állampolgárok, a közlekedő állampolgárok, hogy ott sebességmérés lesz, akkor igen, jelentősen túllépik a sebességet. És valamilyen szinten azért ezt el szeretném mondani, hogy toleránsak vagyunk, mert nem akkor kezdik a kollégák mérni a sebesség túllépést, amikor egyébként lehetne, hanem ugye legyen közigazgatási bírság feletti mértékben, tehát jelen esetben még egy 50 km/h sebességnél 68 az a km/h sebesség az, ahol elkezdenek a kollégák mérni, tehát közigazgatási bírság. Ebben az esetben gyakorlatilag nem a rendőrség határozza meg azt, hogy milyen bírság összeget szab ki, hanem jogszabály írja elő, így minimum 30 ezer forintos büntetés. De a maximum egyébként az pedig a 300 ezer forint is. Ilyennel is néha napján azért lehet találkozni. Igen. Igen. Van ilyen? Van. Az mert hány kilométert jelent? Hát lakott területen belül 128. Ó, Isten, csak hirtelen belegondoltam, hogy lakott területen belül ennyivel megy valaki, az hogy tud megállni adott? Sehogy. Sehogy. Sehogy.
Sehogy. Azért nem véletlenül találták ki azt az 50 kilométert, ugye gondolom. Hát lakott területen belül igen, ugye azon kívül átlag ugye 90-nel lehet menni, autópálya pedig 130-al. Térjünk át a lakásbiztonságra. Rezes úr, ugye nagyon sokan mennek nyaralni, üresen hagyják a lakást, és bizony-bizony ilyenkor, gondolom én, megnő a betörések száma is. Ezzel hogy lehet védekezni? Annyira azt nem mondanám, hogy megnő, de ahova betörnek, az a végén visszavezethető arra, hogy ők nem voltak otthon, legalábbis nyaralni mentek. Mit szoktak csinálni? Mindenki a közösségi oldalakat nézi, feltölti, hogy szabadságra megyek, mondjuk Horvátországba, már csak ennyi napon van hátra, holnap indulunk, gyakorlatilag mindenki nézi ezt. Még ha más nem, akkor tippadóként, de lehet tudni akkor adott lakásban, vagy családi házban, melyik az időszak, amikor az ott lakók, illetve a tulajdonosok nincsenek otthon. Ez mellett ilyeneket nem szabad feltenni, inkább tegyük fel ezeket a képeket, filmeket, akkor, mikor visszajöttünk. Utólag. Akkor utólag célszerűbb, hiszen akkor már az élményeinket is el tudjuk mondani. A másik pedig az, hogy javaslom azért, hogy akivel jobban vagyunk, mondjuk közvetlen szomszéd, őt azért tájékoztassuk arra, ha esetleg olyan változás lát, vagy vesz észre, hogy tudja, hogy mi nem vagyunk itthon, azért a rendőrséget, a 112-t azért érdemes ilyen esetben hívni. Meg esetleg, ha valaki legyen olyan, aki az újságot, illetve a postalából kiveszi az újságot, mert az is szintén feltűnő, hogyha egy postaláda folyamatosan hosszú ideig nincs kiürítve. Igen, ezt is akartam mondani, hogy azt is hallottam már, hogy valaki üríti a postaládákat nekünk, tehát megbízunk valaki, illetve néha fölkapcsolja a villanyt, ilyeneket is szoktak csinálni. Az is egy megoldás, ugye lehet már olyan berendezéseket vásárolni, ilyen megszakítok, hogy nem is pontosan mi a megnevezése, hogy akkor a különböző változókozó időpontokban, esti időszakban fölkapcsolódik a villany, ugye le is kapcsolat, tehát sok energiát nem fogyaszt, de egy kívülállónak úgy gondolják, hogy esetlegesen vannak otthon, mert sötétedés után ég a villany a lakásban. Feltéve, nem tették fel az internetre, hogy most éppen, így van, most éppen nyaralunk, mert akkor hiába kapcsolgatják a villanyt, ugye. Szülőknek, gyerekeknek is fokozottan figyelni kell, azt gondolom, a nyári időszakban nagyon sok mindenre. Vakációban gyerekek otthon vannak, esetleg a szülők dolgoznak. Mit javasol? Így van, gyakorlatilag, ha jól tudom, akkor a múlt hét péntekétől a lurkóknak megkezdődött a két és fél hónapos megérdemelt pihenésük, már aki már befejezte az iskolát, és gyakorlatilag úgy van, hogy a szülők ennyi ideig, két és fél hónapon keresztül nem tudják szabaddá tenni magukat, hogy otthon legyenek a gyerekekkel, és vigyázzanak rájuk, mit tudnak ilyenkor tenni. Vagy a gyermek elmegy táborba, akik megengedhetik maguknak, vagy nagyszülőknél tartózkodnak, vagy esetlegesen ugye otthon egyedül. Erre mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet, a gyerekek tudják, és ismerjék a rendőrségnek a segélyhívószámát, a 112-t, hogy bármi gond, probléma van otthon telefon, mindenkinél van már telefon, tudják hívni, idegeneket ne engedjenek be a lakásba. Még hogyha azt mondják, hogy óraleolvasó vagyok, vízóraleolvasó, bármi, nem vagyunk itthon, vagy nincs itthon senki, majd a szüleim itthon vannak, akkor nyissuk ki az ajtót. Uh-huh. Vagy ha esetleg a gyerekek az utcán egyedül közlekednek, mert mondjuk mennek a nagymamához ebédelni, akkor ne álljanak meg idegeneknek. Ha útba irányítást kérnek, akkor se, maximum elmondják, hogy merre kell menni, de ne kísérjék el az idegen embert, soha nem lehet tudni. Szabad vizek vonatkozásában. Tehát gyerekek, meg bárki is egyébként csak ott fürödjön, ahol kijelölt fürdőzési hely van. Nem biztonságos máshol. Nem véletlenül ellenőrzik folyamatosan a hatóságok, melyek azok a helyek, legyen az Balatonparton, vagy folyóvizeknél, vagy bárhol máshol, hogy alkalmas-e a hely fürdőzésre. Nem egyszer hallunk, hogy bányatavaknál jól úszó emberek halnak meg sajnos. Úgy tudom, van az interneten egy kis összeállítás, ami a szülőknek, gyerekeknek szól a nyári vakációval kapcsolatban, esetleg ha erről valamit mondani. A budapesti rendőrfőkapitányságra ment el az egyik kollégánk, aki Veszprémben dolgozott eddig, és egy nagyon jó kis videót készített, ha jól emlékszem a címére, akkor Vakáció kapitány címen, bárki egyébként elérheti, és érdemes a gyerekeknek levetíteni, az ő nyelvükre lefordítva mutatja be azokat a lehetőséget, azokat a veszélyeket, amire a gyerekeknek oda kell figyelni, illetve a szülőknek is oda kell figyelni rá. És végül egy utolsó téma, a nyár a motorosok időszaka, és azt hiszem, hogy nagyon sokan ülnek ilyenkor motorra, ami viszont fokozottan veszélyes, már maga a motorozás, azt hiszem. Nekik mit javasolna, mire figyeljenek? Egyetlen egy dolgok, tartsák be a szobájukat. Ajzás úr, köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen.